Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora. Szurkoljunk együtt a Kispadról, kintről könnyen. Köszöntjük Önöket a Marosvásárhelyi Rádió sportműsorában. A Kispadon Szép Zoltán és Kádár Zoltán. A Marosvásárhelyi Rádió két sportszerkesztője, Kádár Zoltán és Szép Zoltán, arra kapott lehetőséget, hogy a világ legnagyobb sporteseményéről, az idei riói olimpiáról számoljon be hallgatóiknak. A Riporterek Rióban jártunk címmel közönségtalálkozóra vertek az érdeklődőket a Bajnokok, Élsportolók, Sportbarátok klubjának szervezésében. A Kultúrpalota kis termében képes, videós beszámoló keretében meséltek arról, hogy a megtiszteltetésen, a sport újságírói álom megvalósításántól mit jelentett a háttérben az olimpia. Milyen megelőző óvintézkedésekkel kellett kiutazniuk Brazíliába, ahol még a fogmosás sem könnyű feladat, sőt, ivóvíz sincs mindenhol, és akkor még a Zika vírusról nem is beszéltünk. Jó estét kívánok újra! Szeretném a mikrofont előjáróban elmondom, én nem voltam Rióban. A beszélgetést azt javaslom, hogy kezdjük egy nagykárói kitérővel. Nem tudom, a teremben hányan vannak, hányan tudják, hogy a két Zoltánt mellettem megkapta a Újságíró Egyesületnek a díját. Pontosan ezért, illetve ezért is, az olimpiai közvetítésekért is. És most is előttem van a kép, ahogy jöttem erre, gondolkodtam rajta, hogy is volt. Pont egy ilyen hallgatóság, egy szép kastély. Egy kolléga ügyködik, zajlanak a beszédek. Hatalmas kivetítő, az ottál előtte. A csendben vagy. Élőben vagy. Élőben vagy. Zoli megjelenik a képernyőn, valamit elkezd mondani, ne most, várj egy kicsit. És akkor így jutottunk el odáig, hogy Zoli beköszönik. Zozó már itthon volt, Zoli akkor volt ott. Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy miként dönti el valaki, aki már megjárt jó néhány világverseny, hiszen tudjuk rólad is, hogy sok világversenyen voltatok, hogy elmegy az olimpiára, és nem ide néha szomszédba, mert a Budapesten tartják az olimpiát, valószínűleg közülünk sokan elmennek majd, de Rio azért egy kicsit nagyobb továs. Hogy döntöttétek el, és hogy valósult meg ez a dolog? Zozo kezdi, mert ő volt az olimpián. Hát igen, én korábban is elmondtam, hogy nekem egy gyerekkori álmom volt eljutni az olimpiára. Szerettem volna valamilyen formában ott lenni, és hát miután láttam Zolit a londoni paralimpián tudósítani, és hát ugye vele együtt dolgoztunk, akkor ő küldte az anyagokat, én itthon vágtam, tettem be, tehát akkor is egy csapatmunka volt. Már akkor utána megegyeztük azt, hogy hát ezt azért minimum két ember kellene csinálni, hiszen hatalmas munka, és Rióra, amikor sor került, akkor illetve amikor megtudtuk, hogy Rióban lesz az olimpia, akkor mind a ketten összenéztünk, hogy hú, hát ott azért jó lenne ott lenni, csak hát messze van, meg ugye nehéz beszerezni az akkreditációt. Olyan álomszerűnek tűnt, viszont egy újságíró számára szerintem ez a csúcs, tehát ugyanúgy a sportolóknak ugye világbajnokság, olimpia csúcs, ugyanúgy az újságíró számára is ez egy csúcs, tehát hogy ott lenni az olimpián vagy paralimpián. Jelzem, hogy mindegy, hogy melyikre jut el az ember, mert ugyanolyan nagy élményekkel jön haza, úgyhogy majd egyszer én is ki akarom próbálni, hogy milyen paralimpiáról tudósítani. Én nagyon szeretném, ha a következő olimpiáról vagy paralimpiáról egyszerre tudnánk tudósítani, hiszen az lenne az igazi, mert egyik újságíró segíti a másikat. Nem tudom, hogy Zolinak volt-e segítsége Rióban, akár magyar újságírókkal, hogyha összehaverkodott. Nekem szerencsére volt egy budapesti kolléga, akivel így tudtam együtt mászkálni egyik helyről a másikra, egyik eseményről a másikra, és akkor tudtuk információval ellátni egymást. Úgyhogy válaszolva a kérdésedre, ez egy álom beteljesülése volt. Hát nekem könnyű dolgom volt, mert Zozo túlélte a Zikát, túlélt mindent, úgyhogy ha már hazajött, akkor vettem a bátorságot és elmentem. Jó, komolyra fordítva a szót,
Én a 2012-es paralimpiára jutottam ki romániai újságíróként, elsőként, és ezt erre rendkívül büszke vagyok, és mindannyiszor szeretném kihangsúlyozni, hogy azért ezt ne felejtsük el, és ne felejtsék el mások sem. Romániából újságírót a para sport nem igazán érdekelt, a mai napig sem igazán érdekli őket. A román televízió, a román közszolgálati televíziótól jött egy operatőr és egy riporter még Londonba, kicsivel később érkeztek meg, és ugyanaz a csapat volt most Rióban. Számomra már a londoni paralimpia egy akkora élmény volt, hogy megfogadtam, amennyiben lehetséges, el szeretnék jutni további paralimpiákra. Hogy miért? Nagyon egyszerű a válasz, és azzal kezdeném, hogy saját újságíró kollégáim, barátaim, ismerőseim azt kérdezték tőlem, hogy Rióba való indulás előtt, hogy ezt lelkileg hogyan lehet kibírni. Erre nyertem én is, hogy ugye ezt az oldalát én tulajdonképpen bele sem gondoltam, hogy ezt így is lehet nézni. És akkor visszaemlékeztem arra, amikor Londonban az első napon bekerültem az uszodába, és pontosan egy 100 méteres gyorsúszás döntőjét láttam, és egy gyönyörű, szép amerikai hölgy nyerte meg a versenyt, levette az úszó sapkáját, és vállon, vagy majdnem derékig érő hosszú szőkehaja kibomlott, közel hozták a kamerát, gyönyörű szép arcú lány, kiszállt a medencéből, és csak a combjai járt, mert onnan lefele nem volt lába. Ez volt az első élményem, az első kapcsolatom a paralimpiával. Na akkor nekem is könnyek szöktek a szemembe, és nyertem vagy hármat. Utána pedig egyszerűen nem tudtam levenni a szemem erről a lányról, aki elment egy padig, ott volt a közelében egy pad, elment odáig, felhúzta a melegítő nadrágját, és felállt, ugyanis a melegítő nadrágjában volt a műlába, és egy eredeti, nagyon vagány amerikai csaj lett belőle. Kiderült utólag, hogy őt Oroszországból fogadták örökbe, tehát orosz származású, ettől függetlenül Amerikának versenyzett, és ez volt az a pont, amikor úgy megértettem forma, hogy mit is jelentett a paralimpia. Ezt követően számos más élményben volt részem, amelyek visszatértek most itt Rióban is, és akkor már megfogadtam, hogy ha lehet, akkor ott leszek a következő paralimpián. Amit mondta az Ozon is, ő neki volt segítsége, én is összehaverkedtem a magyar küldöttséggel, a magyar újságíró küldöttséggel, de jóval kevesebben voltak, mint az olimpián, mint a rendes olimpián. Így félig meddig tudtuk egymást segíteni, a legtöbbször gratuláltunk egymásnak az eredményeknek, hát legtöbbször én nekik, és aztán rájöttek, hogy tulajdonképpen én nem a román újságíró vagyok, még akkor sem, hogyha a román csapatot, a romániai küldöttséget figyelem elsősorban, hanem én ugyanolyan magyar vagyok, mint ők, és akkor már nagyon jó barátok voltunk. Tehát ennyit a segítségről. Ebben, amit elmondtatok, az nekem teljesen magától értetődő volt, hogy Zozó vagy az olimpiára és te a paralimpiára. Föl sem merült a kérdés, és fordítva. Ennek van egy olyan háttere, hogy romániai magyar újságíróként, főleg egy regionális rádióstúdióból eljutni egy ilyen világversenyre nem egyszerű volt. És elsősorban elmondom miért, mert a maga az akkreditálási folyamat egy nagyon precíz folyamat. Tehát minden ország olimpiai bizottsága kap egy bizonyos számú akkreditációt. Gondoljunk bele, több mint 10 000 sportoló, majdnem ugyanannyi kísérő, edző, masszőr, orvos, stb. És hány újságíró volt az olimpián? 4 000, 5 000? 3 000 valamennyi újságíró az olimpián. Ezek az újságírók be kell férjenek a sporttermekbe. Vannak hatalmas csarnokok, meg stadionok, de egy 5 000-es uszodába vagy 7 000-es uszodába nem lehet 3 000 újságírót betenni. Tehát ezért korlátozzák az akkreditációk számát, és mivel mi egy regionális rádióstúdió vagyunk, ezért mi a központi román rádióhoz tartozunk. Nyilván, hogy egy londoni olimpiára a román újságírók, a bukaresti rádiós újságírók mind el szerettek
volna menni. Az olimpián is nagyon sokan voltak, viszont a román televíziónak nem volt elég pénze ahhoz, hogy sok újságírót elküldjön, ez volt Zozónak a szerencséje végül is. Ezt csak annyival egészíteném ki, hogy értsük egy picit konkrétabban a helyzetet. A bukaresti román rádiónak a sportszerkesztőségében 12-en dolgoznak, Marosvásárhelyi rádiónál pedig úgymond ketten vagyunk, de emellett mind a ketten, illetve hát most már nem, elnézést, most már nem, de emellett ugye én például a hírszerkesztő is vagyok, tehát a híradóban is dolgozom, Zoli pedig korábban ugye a reggeli műsort csinálta, tehát amellett csináltuk a sportszerkesztést. Most jelen pillanatban Zoli teljes állásban sportszerkesztő, én pedig bebesegítek neki, illetve hát a sportműsorba is. Tehát, hogy lássunk tisztán, másfél embernyi sportszerkesztő van a Marosvásárhelyi rádiónál, Bukarestben 12, ebből a 12-ből 5-öt küldtek el jóva. A többi 7, aki otthon maradt, az sem ült tétlenül, hanem azok ugyanúgy segítettek annak az 5 embernek vágni anyagokat, kapcsolatba lépni velük, információval ellátni, folyamatosan követni az eseményeket. Ez egy hatalmas munka, tehát inkább logisztika, úgy mondanám én, tehát egy nagyon-nagyon komoly előretervezés. Nos, ez a munka, ez a rész, amit csináltak ők 12-en, ez 2-3. Ez azt jelentette, hogy Zoli, amikor ott volt Rióban, vagy én, amikor ott voltam, akkor a másik, aki itthon volt, az viszont figyelte az eseményeket, próbált segíteni neki, ugyanúgy információval ellátni, esetleg hangot megvárni, feltölteni honlapra anyagot, és a többi, és a többi. Tehát nagyjából ez így történik. A kiutazásotoknak a megszervezése hogyan történt? Mert azt már hallottuk, hogy nem olyan egyszerű kijutni, ennek vannak anyagi vonzatai is. És szerintem mindenkit érdekel, hogy hogyan jut el egy újsági Marosvásárhelyről Rióba, mert nem kis összeg. Hát itt kezdetben, ugye mivel én kellett először kiutazzak, így nagyon sokat tanácskoztunk kiindulás előtt, hogy lenne jobb kijutni honnan, hogy lenne olcsóbb kijutni, mert ugye volt nekünk is egy költségvetésünk, amivel bele kellett férni. Nos, az én kiutazásomat azt a Kusnád Ásvány Víz támogatta, és hát tulajdonképpen az ők támogatásuknak köszönhetően juthattam el Rióba. Ott az ottani ott létemet is ők állták, tehát teljes egészében a Kusnád Ásvány Víz fizette az én kiutazásomat. Az Zoli esetében, mivel ő volt az egyedüli román rádiós, idézőjelben román rádiós, a paralimpián, így a Román Rádió Társaság fizette az ő útját. Most, hogy költségekben el tudjuk képzelni ezt, hát egy olimpiára kijutni ugye nem csak a repülőjegyet kell fizetni, nem csak a szállást és az ottani étkezést, hanem az ottani utazást is. Hiszen hatalmas távolságok voltak a szállásunk, illetve az olimpiai park, sőt még az egyik olimpiai csarnok és a másik között is. Tehát Rio egy hatalmas város, egy 7,5 milliós városról beszélünk, amelynek, hogyha az egész metropoli szövezetét vesszük, akkor az 14 millió fő. Tehát gondoljunk bele, ez egy város. Egyik feléből, ha elindulunk, mehetünk 100 kilométert folyamatosan egyenesen előre, úgy érünk körülbelül a végére. Tehát az országúti kerékpáros versenyt is így tudták lebonyolítani, nem kellett körözzenek, tettek egy kört és kész, megvolt az egész szinten. 220 kilométer volt az országúti mezőverseny. Úgyhogy hatalmas város, ez a hatalmas város hatalmas gurúkkal jár. Tehát én amikor említettem az előbb a tervezést, az konkrétan azt is jelentette, hogy én innen indulhattam 3 órával hamarabb egyik helyszínről a másikra, nem volt biztos, hogy odaérek. Tehát soha nem tudhattuk, mert egyszerűen közben jött egy dugó és kész 2 órát álltál a dugóban. Ilyen is történhetett. Költségek tekintetében az én kiszálláshoz azt hiszem 2500 euró volt, a paralimpia egy nagyon picivel olcsóbb volt, mert ugye akkor már nem volt akkora turista tömeg Rióban, viszont ez a 2500 euró ez nagyon fapados. Tehát ezt konkrétan úgy kell elképzelni, hogy én 3 átszállással jutottam el Rióba. Innen Marosvásárhelyről elrepültem Budapestre, Budapestről elrepültem Dubájba, tehát teljesen a másik irányba. Az volt egy 5 órás repülőút, Dubajba 9 óra várakozás.
leszállás a repülőtéren, onnan 15 órás repülőút São Paulóba, még egy 3 óra várakozás, onnan még egy óra Rióba, és akkor onnan még a repülőtértől mennyit jön órányi autózás körülbelül a szállásra, és hát naponta legalább 3 órát úton voltunk folyamatosan. Emlékszem, hogy Nagy Károlyban Zoli éppen lekéste az autóbusz, és nagyon ráhírt. Azért volt ideje, hogy gyakorlatilag az jön ebből, hogy az újságíróknak is megvan a maga olimpiája. Meg igen, és versenyezhetünk egymással, főleg akkor, hogyha lekésük az autóbuszt. A paralimpián egyébként, mivel kevesebb sportolók volt, ritkábbak voltak az újságíró buszok. Tehát úgy kell elképzelni, hogy biztosítottak a központi média centerből, a média központból biztosítottak autóbuszjáratokat a különböző külső helyszínekhez. És ebből volt jó néhány. Tehát, hogyha veszünk csak a kajakkenót a Lágoában, vagy ha veszünk a Rio Centrót, a Centro Centro, hogy mondják? Centro, igen, C-vel, S-vel. Mindig összezavarom magam. Akkor a kerékpáros táv, a Copacabana, a Deodoro Stadion, a Maracana, ahol volt a céllövészet, lovaglás, tehát ezek mind más helyszínek, és oda az autóbuszok mentek. Amikor olimpia volt, akkor elég sűrű járt, akkor most a paralimpiára kicsit költségkímélőbbek voltak, és emiatt csak óránként járt az autóbusz. Tehát 3 percet késtem amiatt, mert a Mixzónában meg kellett várni valakit interjúzni, akkor ugye, hogy akkor mondta, nyugodtan ülhettem egy helyben, és vártam a következő autóbuszt. Nem tudtam fizikailag, nem tudtam semmit sem csinálni. Egyik nap nagyon fontos volt számomra, hogy átérjek a Rio Centroba, ahol asztali tenisz zajlott, éppen romániai és magyarországi pingpongozók voltak, és lekéstem az autóbuszt, és elindultam 36 fokban, kora tavasszal, 80%-os vagy 90%-os páratartalommal, hátizsákkal, laptop benne, fényképezőgép, felvevőkészülék, meleg kabát, mert ugye a légkondi az 18 fokon működött az autóbuszban, a sajtóközpontban, mindenhol, meg 12-n is volt. Tehát ezzel elindultam és 25 percet gyalogoltam, jobban mondva szaladtam addig a központig, ahová megérkeztem, és csóróvizesen ott félig meddig levetköztettek, mert ilyen biztonsági kapunk kellett átmenni, és úgy estem be, úgy csöppentem be éppen a verseny végére, úgyhogy én fáradtabb voltam, mint a sportoló, aki leszállt az asztal mellől. Úgyhogy majdnem ő kellett interjút készítsen velem, mert alig volt levegőm. Szóval ilyen történetek is vannak. Kiáratnál nem akusztottak egy érmet a nyakatokból. Igen. Jelenzett volna. Maradva az indulásra, amíg említetted az ikralázat, meg voltak, felröppentek mindenféle hírek, hogy terroristák, hogy cég keresztbe veszi, lehetett olvasni, látni képeket, hogy készül a brazil rohamoztak, hogy mennyi a maszkos rendőr, meg stb. Nem tartottatok ettől, hogy esetleg valami történik? Tekintve, hogy Párizsban előtte voltak azok a dolgok, a futballmeccs apropóján. Elsősorban azt hiszem, hogy nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Zozó jobban tapasztalta, és én utána érkeztem, tehát akkor már gyakorlatilag a füstöt is eloltották. Hogyha indulás előtt mindenféle rémhírt úgymond komolyan vettem volna, akkor biztosan nem ülök fel arra a repülőre. Tehát egy ideig úgy olvasgattam, legyek valamennyire tisztában a dolgokkal, de úgy próbáltam mellőzni, nem igazán hittem el, hogy akkor ez most valós. Próbáltam azzal foglalkozni, hogy mégiscsak a 4 évente van olimpia, mégiscsak a világ legnagyobb sporteseménye, csak fognak vigyázni annyi emberre, mégsem küldenek esztelenül csak úgy oda több ezer sportolót a világ legjobbjait, és akkor ott valami balhé lesz. Tehát én ebben nem hittem. És nem mondom azt, hogy nem féltem, voltak dolgok, amitől féltem, viszont ez inkább olyan félelem volt, hogy úgy olyan tudatos, hogy úgy benned van, mint verseny előtt a lámpalánc körülbelül. Viszont nem próbálsz erre koncentrálni. Az összes létező
ilyen megelőző folyamatot, azt megcsináltam, amit tudtam, abból felkészültem, tehát például a rablás ellen úgy készültem, hogy több helyen elrejtettem magamnál pénzt, vagy bankkártyát, két bankkártya volt nálam, azért mind a kettő különböző helyen volt, az útlevelemnek a fénymásolata volt csak nálam. Tehát minden ilyen megelőző intézkedést végigcsináltam, és egy idő után olyan reflexzerű volt az egész, nem foglalkoztam ezzel. Ugyanígy a csapvízből nem szabad inni, vagy tusolás közben kell vigyázni, hogy az ember szájában nem menjen víz, hiszen nagyon szennyezett a víz Brazíliában. Tehát, vagy fogmosás. Fogmosást is úgy volt meg, hogy hát csapoljon a víz, de abból nem üblíthetsz. Tehát ezek mind olyan dolgok voltak, amik úgy kezdetben ilyen reflexzerűen ki kellett alakuljanak. Tehát, hogyha első naptól, első perctől kezdve erre vigyáztál, odafigyeltél, akkor egy olyan három nap után már hozzá voltál szokva. Tehát a csapvízből is úgy lehetett inni, hogy csak olyan helyen, ahol a csap mellett volt egy ilyen különleges gépezet, és akkor a gépezetben megnyomtad a gombot, onnan jött a víz, ami átszűrtett tulajdonképpen a vizet, és akkor ihatóvá vált. Ilyen volt a szállásunkon, de ilyen volt az olimpiai parkban is több helyszínen. Én kipróbáltam, túléltem, majd még élek, semmi bajom nincs. A Zika vírussal, hát ugye azt szólt... Nem másért, csak kizárólag, hogy volt olyan sportoló Romániából is, aki nem mondta, pont emiatt. Így van, pontosan. Hát a Zika vírus az egy... Nem azt mondom, hogy nem létezik, de szerintem az egy nagyon-nagyon felfújt, és már-már üzleti ággá átmenő dolog szerintem, hiszen két hét ott lét alatt egyetlen egy szúnyogot sem láttam. Tehát én nem láttam, akárcsak a magyar kollégák sem, akik körülöttünk dolgoztak, és éppen azon kacagtunk utolsó napokban, hogy valamelyik kolléga látott, így jöttek az ilyen hírek, hogy látott egy szúnyogot. És akkor mindenki be volt rezelve, hogy jó, jönnek a szúnyogok. Egy szúnyogot látott valaki, de ez is szerintem ilyen legenda, nem tudom. Aztán, hogyha Zolinak volt, akkor el tudja mondani, de én a két hét alatt egy szúnyogot nem láttam. Én hoztam egy kis filmet az újságírók táncáról, amikor esőt, késett az autóbusz, vagy egyszerűen elfelejtettek autóbuszt indítani utánunk, kint voltunk a kerékpárversenyen, és már jól besötétedett. Egy helyben álltunk, vagy 20-an voltak újságírók, és mindenféle táncot eljátszottunk a horrától, elkezdve a csörgőrűset. Annyi szúnyog volt, én ennyit életemben egyszerre nem láttam, pedig a Deltában volt egy párszor. Azon az egy napon, csak azon az egy napon láttunk szúnyogot. Egyébként, amikor megérkeztünk, osztották a szúnyogírtósprét, az akkreditáció és a sajtónak járó tájékoztató füzetecske mellé. Egyébként annyi volt a szúnyoggal. Megnézzük a filmet most meg? Meg is nézhetjük talán, vagy szemlét, hogy hányadik. Érdemes megnézni. Sötét hivatal, abba tettem, de kicsit később nézzük meg akkor. Jó. Akkor térjünk át a napi programotokra. Nagyon érdekelne, hogy zajlott. Megterveztétek előre egy napra, előre egy hétre? Lehetett tudni azt, hogy holnap hol mentek, holnap után hol mentek, vagy mindig az éppen aktualitás alapján, tehát most valami úgy alakult, hogy akkor a délutáni vagy esti döntőre oda kell menni. Kihasználom az alkalmat, hogy felém áll a mikrofon, még a biztonságra visszatérve. Az egyik zsebemben volt két mobiltelefon, a másik zsebemben voltak más értékek, felvevőkészülék, meg lakáskulcs. A hátsó zsebemben volt némi apró pénz, ugyanúgy Zozo mondta, én is minden irányba eldugtam a pénzt. Hátizsák, hol a hátamon, hol a hasamon, a laptoppal, az elmesélt felszereléssel, és így utaztunk a közszállítási eszközön. Na most azt úgy kell elképzelni, hogy amikor a közszállítási eszközön utaztam, vagy kint jártam a városban, akkor a bal kezem a bal zsebemen, a jobb kezem a jobb zsebemen, mindenemet összeszorítottam, és úgy jártam. Nos, nem húztam meg így sem azzal, hogy leszakították a nadrágot rólam. Észre sem vettem. Egyébként annyian voltak az autóbuszon, a közszállítási eszközön, hogy mikor felgyújtottunk, akkor
egyszerűen bepréseltek az autóbuszba, meleg volt, és mikor hazaértem a szállásra és letoltam a nadrágomat, akkor láttam, hogy hátul egy ekkora hasadás van rajta. Észre sem vettem. Tehát ott bármi történhetett volna az autóbuszon, bármit is ki behettek volna a zsákomból, észre sem veszem. Ilyen látóvásárhelyen és 89. Igen, hát körülbelül olyasmi volt. De visszatérve a napi programra, nekem könnyebb volt olyan szempontból, hogy 42 magyarországi és 12 romániai sportoló volt kint a paralimpián. Olyan szempontból volt könnyebb, hogy könnyebb volt átlátni. Az Zozónak sokkal nehezebb feladata volt ilyen szempontból. Az én napi programom azzal kezdődött, hogy este olyan brazíliai, riói idő szerint 2:30-3:00 feküdtem, az itt már reggel 8-9 óra volt. Én már akkor tudtam, hogy körülbelül melyek azok az események, amelyekre elmegyek, és amelyeken interjút szeretnék készíteni. Nyilván, hogy például úszásnál volt kvalifikáció, kajakkenunál kvalifikáció, atlétikánál kvalifikáció, pingpongnál selejtezők, egyéni csoportok. Tehát naponta változott a sportolók jelenléte az eseményeken, ezért napközben is figyelni kellett. Volt egy nagyon jó mobiltelefon applikáció, amelyen élőben lehetett mindent követni. És tényleg ez fantasztikus volt, és óriási segítség volt a számomra, mert ez alapján csak beírtad, hogy Magyarország, és kiadta, hogy aznap, hol és mikor versenyeznek a magyar sportolók, és ugyanúgy a romániai sportolókra. Egyetlen egy hibája volt ennek, hogy a kedvencek közé csak egy országot lehetett beállítani, ránk nem gondoltak. Ez alapján lehetett megszervezni, ami a munka tempót jelenti, az ilyen 16-18 óra munka volt. Ezt, ahogy Zozó mondta, 3 órát, 4 órát eltöltöttünk utazással, de hát közben is lehetett még dolgozni. Igen, hát ez a telefonos applikáció, ez nagyon jól bizonyult. Én nem egy olyan eseményre jutottam el úgy, hogy az applikáció láttam, hogy egy illető versenyző nagyon jól áll és érem közelben van, és akkor én gyorsan ránéztem az órára, mennyi idő alatt tudok eljutni éppen az egyik sportcsarnoktól az illető arénába, és kiszámoltam és mondtam, hogy hát, ha tovább talál jutni, akkor pont elcsépem a döntőt, hanem akkor így jártam. És akkor ilyen rizikós alapon mindig elindultam, amikor úgy éreztem, hogy na akkor ez az illető, ez érmesnek. És hál' Istennek legtöbbször jól tippeltem, talán egyetlen egy alkalom volt, amikor nem jött össze a tippem, de a többi alkalommal mindig eljutottam, és nagyon büszke vagyok arra, hogy mind a 8 magyar aranyérmen ott voltam. Tehát mind a 8 magyar aranyérmes futamot láthattam, és azt az egyetlen egy román aranyérmet is. Tehát láthattam a döntőt, úgyhogy a legfontosabb eseményeken tényleg ott voltam. Ugye itt rögtön kísérlítom magam, mert egyetlen egy magyar aranyat nem láthattam, és az csak is azért, mert már a repülőn ültem hazafele. Mert ugye a magyar kajak 4-es, a női kajak 4-es, az éppen szombaton nyert aranyat, én pedig már szombaton úton voltam. Úgyhogy erről az egyről maradtam le. A 8 érem azért volt a fejemben, mert a románokat is úgy számoltam, és akkor az már 8 aranyér. Szurkoló időségben láttatok-e meccset? Tehát akkor nem dolgoztatok, csak néztétek. Igen. Igen, és szerencsére ott készítettem néhány kis filmet, ugyanis Romániában nem közvetítették a paralimpiát. Magyarországon igen. Annak örülök, hogy a Magyar Közszolgálati Televízió felmérte ennek a fontosságát, és elkezdték közvetíteni. Nagyon sok órát élőben, és áldoztak rá emberanyagot, és nyilván, hogy anyagi alapot is, és sikerült láttatni a paralimpiát. Itthonról legfennebb az interneten a Paralimpiai Bizottság, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnak a honlapján lehetett élőben közvetíteni, illetve élőben figyelni, és mivel szurkolóként egy néhány eseményre eljutottam, elővettem a telefonomat, és azzal filmeztem. Csak halkan mondtam, mert lehet, hogy illegális volt. Nem volt hozzá jogom, de mindenféleképpen kereskedelmi forgalomban nem szakott fel, mindenek, ergo. Én nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy
tudok, és tudok valamennyit filmezni, hozzam haza, és láttassam, megéri, mert nem minden nap élményben van az embernek része, és nem tudom, hogyha kezdjük el esetleg, vagy még van kérdése. Kérdjük el, de nézzük meg, de azért érdekel, hogy Zsuzsó, te voltál, hogy kosármeccsen, vagy futballmeccsen. Igen, hát pontosabban két negyedet kaphattam el a kosárlabda mérkőzésekből, és abból is, amikor az amerikai kosárlabda válogatott játszott az ausztrálokkal, és ez egy hatalmas élmény volt. Tehát két negyedet látni, én kívánom, hogy mindenki egyszer juthasson el egy ilyen, akár csak a brazil-honduras foci mérkőzésre, a Maracanában látni a brazilokat focizni egy teltházas mérkőzésen, még akkor is, ha 6 óra nyernek simán Honduras ellen, hát az sem volt semmi. Úgyhogy ez a két mérkőzés, ez nekem olyan irtózatosan jól esett, az a sok pozitív élmény mellett, hogy végre kicsit úgy érezhettem, hogy akkor tényleg ügyöltem, hogy a szurkolói minőségben ott ülhetek. Az fantasztikus. Most ehhez képest jövök én az élményeimmel. Mekkora élmény volt, most felteszem a kérdést, mekkora élmény lehetett egy Ausztrália Egyesült Államok kerekesszékes rögbi mérkőzést megnézni? Nagy élmény lehetett, mert láttam, ott voltam a helyszínen, és kétszeri hosszabbítás után dölt el az olimpia, paralimpiai aranyérem kiléte. De ugye mennyivel másképp hangzik az, hogy az amerikai kosárcsapatot látta, meg az amerikai kerekesszékes rögbi csapat. És hát tudjuk képzelni, az... hogy megy az? Számomra viszont az amerikai vagy az ausztrál kerekesszékes csapat legalább olyan szinten van most, mint az amerikai férfi kosárlabda csapat. A sportjúban nézzük, szerintem akkor a felvétel. Meg a lássuk, kire vesztünk. Van valamennyi hangja is, de megpróbálok én közben még kommentálni. Így néz ki, ez a riói olimpiai központ, az olimpiai park, ahol ugye számos sportcsarnok található. Ez a központi nagyúszodájuk. Ez nem az az úszoda, ugye az Zozo, ahol bezöldült a víz? Nem. Majd Zozo mutatja, hogy hol van zöld a víz. Úgy kell elképzelni, hogy a paralimpián az első pár nap, ugye szerdán kezdődött a megnyitó ünnepséggel, csütörtökön és pénteken, már viszonylag, illetve csütörtökön még nagyon kevesen látogattak ki erre az eseményre, aztán a hétvégén szinte megtelt, szinte teltház volt. Ez most a kerekesszékes kosárlabda, amelyről annyit kell tudni, hogy ugyanúgy 3 méter 5 centén van a palánk, és ugyanolyan szabályok szerint játszák, mint a rendes kosárlabdák, kivéve, hogy lépés nincs, mivel kerekes székben ülnek. De ugyanúgy van zárás, leválás, sapka, fault, egymásnak lehet menni, de csak finoman a játékvezetők ítélik meg, hogy mikor van fault és mikor nincs. Nyilván, hogy ritkább a 3 pontos dobás és egészen ritka a zsákolás. De ha az ember egy picit figyeli a kerekes székes kosárlabdát, ugyanúgy rájön arra, hogy rendkívül taktika, rendkívül óriási taktika van benne. Ugyanúgy rendes 4-10 percet játszanak timeoutokkal, cserékkel, ahogy elő van a nagykönyvben, és teltház van. Igen, most éppen a brazilok játszottak, a fehérek a brazilok, és hatalmas a hangulat a sportcsarnokban. Ezek olyan sportolók? Bocsássak. Olyan sportolók, akik sportolók voltak, és ők is nélkül maradtak, vagy fordítva. Na most ez egy érdekes dolog, beszélek majd erről is. Itt például az ülőgöbb labda. Itt olyan sportolók szerepelhetnek, akiknek valamelyik alsó végtagjuk vagy hiányos, vagy hiányzik, vagy részlegesen hiányzik, vagy teljesen le vannak bírulva. Azért lehet látni majd egy-két olyan részletet, ahol a
játékos húzza maga után a lábát, ugyanis teréktől lefele sérült. Nem normális magasság, ez kisebb pálya, alacsonyabb háló, és nagyon dinamikus tud lenni. Időnként egy-egy győztes pont után felállnak, és aki fel tud állni, az úgy örül. Például ott látjuk a játékost, aki feltérdelt, ő majd hátra megy szerválni. Látszik, hogy a bal lába az hiányzik, a jobb pedig addig működik. Beszélek még ezekről a sportágakról, ez például az erőemelés, vagy fekvenyomás. Erőemelésnek nevezik, de közben a fekvenyomás. Itt is a legtöbb a mozgássérült sportoló, a deréktől lefele lévült sportoló, vagy éppen a törpe növésű. Itt egy nigériai örül, és nem sokára meglátjuk a csapattársat, aki egy másik sportágból érkezett, és ő is ugyanúgy örül, mert a fiatalember világrekordot lökött. Ez például a vakfocis, ha kérhetem egy pici hangot, ha lehet rátenni. Úgy kell elképzelni, hogy amikor a mérkőzés zajlik, akkor szinte síri csend van a stadionban. Argentina Irán mérkőzés, és mellettem az argentin újságíró kollega üvöltözött, amikor megkérték szépen, hogy üljön csendbe. Hallatszik a labdának egy csörgő hangja. Teljesen vakok a játékosok egyébként, 90%-uk teljesen vak. A kapus az legfeljebb 20%-ot lát, tehát a látássérültsége 80%-os, tehát ő is gyakorlatilag csak körvonalakat lát. A labdában elhelyezett csörgő az, amely alapján a játékosok megtalálják az irányt, és azért kell síri csendben ülni, mert ha megáll a labda, mert előfordul az, hogy megáll a labda, akkor egy ultra hangot bocsát ki a benne lévő szerkezet, amit inkább ők hallanak, mint az épp ember, aki abban a hallási tartományban nem jut el. Meg kell nézni, ahogy a játékos gyakorlatilag a lábával cipeli a labdát, mert ha elrúgja egy picit magától, már nem tudja, hogy hol van, és ezért ilyen fura mozdulattal viszik a labdát. Hallatszik a csörgés? És nincs taps, csak ha gól lesz, vagy ha olyan helyzet van. A labdát halljon, és meg kell figyelni, ez most egy olyan pillanat, amikor az argentin szurkolók kicsit kiabálhattak, éppen szünet volt, el is csendesedtek. A kapu háta mögött van egy sárgában felöltözött úr. Ő az argentin csapathoz tartozik, tehát a támadó csapathoz, és ő irányítja őket hanggal. Lesz majd nem sokára egy szabadrugás is, illetve egy büntető rugás, az is egy külön procedúra, és ha oda jutunk, akkor majd el fogom magyarázni. A kapusnak pedig nem szabad kijönnie abból a kis kettesből, vagy egy méterre van felfújva, másfél méterre az a kis téglalap alakú védő terület. Én bevallom őszintén, nagyon élveztem ezt a játékot, nagyon élveztem azt, ahogy tudnak tájékozódni a pályán, ahogy keresik egymást. Néha előfordulnak ilyen öntösödések, és akkor most jön egy szabadrugás. Hallatszik egy kopácsolás, egy erős tárgyal a hátul lévő segéd megkopogtatja a kapufákat, az oldalsó kapufákat és a felső kapufát.
így tudja bemérni a játékos, hogy hol van körülbelül a kapu. Volt egy hatalmas kapuragugás, a kapus kilépte. Nem ritka a fejsérülés, mert egymásnak mennek, próbálnak fülelni, és egy óriási helyzet az argentinok részéről, és itt a büntető. És sajnos azt hiszem ez volt az egyetlen meccs, amelyik 0-0-val ért véget. Úgyhogy gólt nem kaptam el, el kellett mennem más eseményre, és hosszabbítás után nyertek az irániak, ők játszották a döntőt a brazilokkal, a brazilok pedig a paralimpiai bajnokok lettek.